hát arról volt, hogy nem csinálod. Jó van, csak egy kicsit megigazítottam. Általában igyekszem én kézben tartani mindent. Torta formát nem be tudod sütni, ott lent találod a lenti fiókba. Hát ő mondjuk úgy katonás. Katonás, ő az őrmester. Az abban nem fér bele. Leesik a gatyája. Hát a férjem az a tök ellentétje. Hú, ezt hogy kell elkezdeni? Nézni sem bírom. Apa nagyon fura. Mindig alszik, mindig telefonozik. Én alapból lusta ember vagyok. Mi lenne, hogyha szerepet cserélnének? Bal bezár, és... Megvan? Nem. Bravo! Anyám, ne biztos tovább fésülni. Mert én ügyesebben fésülök. Kívülről éged, belülről nyers. Apa fog mindent csinálni, de nem szólhatsz bele, hogy hogy peregessem, meg mosogassam. Akkor kérek szigetelő szalagot a számra. Kis családunk, szerepcsere, odahaza. Minden család életében akadnak kihívások és megoldásra váró feladatok. Csak rajtunk múlik, hogyan birkózunk meg velük. Sorozatunkban a családok arra vállalkoznak, hogy egy napra szerepet cserélnek, és egymás bőrébe bújva maguk keresik a megoldást. Egy család, egy dilemma, egy megoldás. A mi kis családunk. Szerepcsere, odahaza. Az Orenstein család. Csinos Réka vagyok, 43 éves, két gyönyörű gyermek édesanyja. Jelenleg pénzügyi adminisztrátorként dolgozom egy ingatlanos cégnél, és nagyon szeretek sportolni. Orenstein József vagyok, lassan betöltöm a 40-et. Testnevelő tanárként és labdarúgó edzőként dolgozok. Igazából minden érdekel, ami a sport. Orenstein Noémi vagyok, 9 éves, 3D-be járok, és itt lakok Budapesten anyával és apával, és az Alex vagyok, 5 éves vagyok, hamazosan iskolába fogok menni. A lételem már mindenkinek szerintem a sport és a mozgás, de az szerintem látszódik. Azért szeretek sportolni, hogy ugye ne lógjak ki a családból, mert ugye mindenki edz, és ha csak én edzek, az úgy kicsit furi lenne, meg amúgy szeretnék erős lenni. Folyamatosan követem a híreket, tehát az interneten, akár a magyar, akár a nemzetközi sporthíreket, mindent. Szerintem mi viccesen és pörgősen működünk együtt, néha hangosan, de azért általában mindig megtalálják mindennek a megoldását. Szerintem tökre összeélünk, és örülök, hogy így négyen vagyunk, és szerintem tök jó ez így. Na, mi nagyon jó tesó. Én például valamit elrontok, akkor azt mondják anyáik, hogy nem baj, és azért majd megbeszéljük, és átbeszéljük az egészet. Azt szeretem nagyon családban. És anyával még a titkos dolgainkat is egymással megbeszéljük. Én úgy érzem jól, és úgymond biztonságban szerintem magamat, hogy nagyjából vagy egész éven tudom előre, hogy mi fog történni. Ő úgy éli az életét, hogy neki nagyon fontosak ezek a szabályok, meg a rend, mert hogy szerinte úgy könnyebb. Tehát én már előző nap este kikészítem a gyerekeknek, hogy mit fognak felvenni. De nem mindig kérdezi meg, hogy akkor ez jó lesz nekünk. Igyekszem mindenkinek megmondani, hogy ezt vegye föl, ezt csináld, ez lesz, mindent előre megtervezek. Például megkér, hogy teregessek ki, akkor én nyilván nem nagy örömmel, de kiteregetek, de úgyis 5 perc múlva oda megy és átrendezi. Nagyon zavar, ha valaki más és máshogy tereget ki, mert hát akkor nem az a technika, hanem az a logika van. Hát anya ilyen nagyon zizi, úgymond, és mindent tökéletesen ugyanarra a helyre, szín szerint válogatva, meg ilyenek. Az én ruháim szín szerint vannak berakva, szép sorba,
mert nekem ez szintén jó, ha tudom, ha én most fehér hangulatom van, látszik ma, akkor tudom, hogy hol keresem. Én sokszor azt mondom, hogy feleslegesen túl szabályozza a dolgokat. Én már szeptember vagy októberben, amint lehet, megtervezem a nyaralást, befizetem, lefoglalom, hogy akkor pont az legyen a miszobánk, ahova már 5 éve járunk. Mondjuk úgy katonás. Katonás, ő az őrmester. Férjem az a tök ellentétje, pont nem érdekli, majd ha elindulunk valahova, én már 2 nappal előtte pakolok, és már 1 héttel előtte tervezek, hogy mi lesz, meg mit kell vinni, ő kb. Aznap reggel valamit bedobál a táskába. Apa nagyon fura. Mindig alszik, mindig telefonozik. Én alapból lusta ember vagyok, én ezzel tisztában vagyok. Tehát ha meg kell csinálnom valamit, megcsinálok. De ha megcsinálnak valamit helyettem, akkor azt én hagyom. Hát általában igyekszem én kézben tartani mindent, ami most elő is fog kerülni szerintem a műsorban, hogy ezeket el kell engedjem. Ugye anya, te mindenért pattog, zizegsz állandóan. Apa pedig kicsit úgy, hát lusti. Így van. Na hát azt kell megszokni, hogy csöndörönt fegyel. A 0-től 10-es skálán kéne nézem a kényszeresség és a nem kényszeresség, akkor a férjem meg a fiam az a 0. Az a pont nem érdekel. Én meg a 10 vagy esetleg még azt is följebb tudom tornászni. És mi lenne, ha mára helyet cserélnének, mármint hogy apa lenne Zizi, és mindent ő csinálna. Mindent? Igen, majdnem. De akkor finomat főzi, éhes vagyok. És anyám, és anyád, te meg úgy csak így lustulnál, és tegyél úgy, mint apa úgymond. És akkor így megegyeztünk, hogy na, akkor cseréljünk, szerepet cseréljünk. Apa fog mindent csinálni. De nem szólhatsz bele, hogy teregessem, meg mosogasson, meg... Akkor kérek szigetelő szalagot a számra. Na másképpen nem fogom megállni. Nálunk ez a szerepcsere úgy fog kinézni, hogy az én kis lusta és passzív énem az ő aktív, sőt inkább hiperaktív énjével fog cserélni. Én úgy látom, hogy ennél a szerepcserénél nem is, mind a kettőnkre nehéz feladat fog hárulni. Szerintem egyébként neki lesz nehezebb. Nekem csendben maradni és nem beleszólni és nem belenyúlni, az nagyon nehéz lesz. Én azt gondolom, bízok benne, hogy el fogok boldogulni a dolgokkal. De kíváncsi vagyok, hogy Jocó hogy állja meg a helyét, akár a főzés területén, akár a gyerekek terelgetésében, amit eddig mindig én csináltam. Akkor öltözködünk, reggelizünk, fogat mosunk. Először legyünk túl ennyit. Reggel elkezdődött ugye egy szerepcsere, egyből apának kellett öltöztetni, vagy rábírni őket, hogy öltöztessenek. Azt se tudta, hogy Alex már egyedül tud öltözni. Alexnek is csak azt mondta, hogy hol vannak a rövidnadrágjai, még azt se tudja, hogy hol vannak a rövidnadrágjai. Gyere Alex, hát segítsél! No, te válogass magadnak, te már tudsz. Mászál ki innen, te ne válogassál! Nem! Hát, muszáj volt szóljak, mert különben rendetlenség lenne. Nem dobják ki a szennyest, hogy ugye ott fölhalmozódik. Ha ez a ruha nem jó, akkor ott marad, jó lesz holnapra. Hát akkor ott nincs maga rendszer. Hát ugye egyből ez szerintem már is, amit vártam, az megtörtént. Na, hát tökéletes. Alex. Szerintem van ő lett, mint amit anya előkészített. Szerintem is. Ez így teljesen rendben. Alex, jó a ruha? Ahogy álltok. Tökéletes. Ezt is megoldottuk. És nézd, olyan még pötyék is. Leesik a gatyája. De, hogy is tökéletes. Hát igen, azt tudjuk ki meg a teljén. Bár ha ezt vetted volna, szóval, amint rajtam van, akkor az úgy jobb lett volna. Ja, és mi lesz a hajammal? Sem maradhat így. Hát ha én csináltam volna a haját, akkor tuti befonom, mert ugye egész nap ugrál, jön, megy, akkor nem lesz bozontos. Nem is fésülted ki anyánél, biztos tovább fésülni. Hát, mert én ügyesebben fésülöm. Gratulálok. Anya nem fogja ennek örülni. Szerintem jó az így. Ezt hányszor szoktam megtekerni? Négy. Négyszer? Háromszor ment. Négy. Aztán. Most ezt hogy csinálja? Legalább nem lett olyan nagyon rossz. Gyere, hagyj igazítsa meg. Hé, de anya, miért nyúl
kötsz bele, ez apa dolga, hé, hát, anya! Látszik is, hogy mi de van. Anya! Ó, hát arról volt, hogy nem csinálod. Jó van, csak egy kicsit megigazítottam. Oh. Egy 10 percig se bírtad. Következő a reggeli volt, úgyhogy apa már pislogott is, hogy hogy is van az, hogy is van az. És pakolj le a műanyagokat a tetejéről, nehogy ráolvasszod. Tehát Rékának már nem tetszett a ruha, nem volt jó a Noémi haja, és a reggeli sem. Szerintem nem erre a reggelire gondolt a gyerekek számára, de egyébként ők imádják. Szerintem 5-ből 4 pontot adok magamnak. Száraz. Erről nem én tehetek. Nem raktál elég olyan. Ah, de ott tök száraz. Ja. Ma ugye apa viszi a napot, és már ki is találtam neki egy jó programot. Apa, gyere! Van egy jó ötletem. Menjünk el okádozni egy játszóparkba. Ugye először nekem nagyon furcsa volt, mert nem én szerveztem, nem tudtam róla előre, csak hogy hú, menjünk. Beindítom, és akkor adsz egy kis gázt, és akkor mehettek is, hogy jó? Biciklizni tudok, de motorozni még most jártam először. Nagyon pici gázzal el fog indulni a motor. Amikor először jött ez a gokád ötlet, akkor hát egy annyira nem érdekelt. Ő nehezen vág bele az új dolgokba. Anya, szorítok! Az első kör felén én megéreztem az ízét, és akkor onnan már olyan voltam, mint a kisgyerek, aki örül a játéknak, és csak nyomtam. Jó volt belegyújtunk. Jó volt? Igen. Látod, ki se akartad próbálni. Kis pontanaitás. És nem látszott, hogy belegyorsítottam? Hogy, nem, még hallottam. Bedőltem a kanyarba. Hát azt mondjuk pont nem láttunk. Hát lehet, hogy eszembe se jutott volna soha ebbe a gokádot kipróbálni. És ha kipróbáltam volna, akkor is vagy 2-3 hétig szervezkedtem volna, míg ráveszem magam, és megemésztem, és rákészülök. Tudom, hogy nagyon szereted megtervezni a hétvégi programotokat. Jó, ez tudom. Egy kicsit spontán program volt, hogy éreztétek magatokat, milyen volt? Esetleg egyszer apa megszerved és spontán benyom egy programot, akkor nem kezdek el di-di-di-di-di, hanem jó, menjünk, és akkor még a végén jól jövök ki belőle. Sziasztok! Ti-di-di! Hello! Sziasztok! Hoztam egy meglepetést, anya. Ja, nem baj, mi ma játszunk. Nem baj, mert ugye a házasság évfordulón nem tudtunk elmenni bulizni és táncolni, amit te nagyon szeretsz. És ezért ezt most úgy pótolom, hogy hoztam egy tánctanát. Amikor hazaértünk a gokátozásból, és megjelent Jocó a tánctanára, akkor teljesen meglepődtem, mert azt hiszem, hogy viccel. Jó, ma egy olyan táncot fogunk tanulni, amit itt szabadban is lehet. Ez nem más, mint a szalsza egyébként, úgyhogy latina meg iszonyú könnyű. Te tudod iszállni a popest? Bal, jobb, bezár, és jobb, bal, bezár, és... Megvan? Nem baj. Hát elméletileg, mint testnevelő, azt kéne mondanom, hogy könnyen megy a mozgástanulás, de ez a tánc, ez tőlem azért elég idegen dolog. Gyors, lassú. Szerintem ez tök jól megy. Ez működni fog. Melyik a bal lábad? Igen, szerintem nem lesz ezzel gond. Megnézzük zenére. Ebből is el tudtam magam engedni, de tényleg ebből az volt a legjobb, hogy Jocóval együtt, hogy ő a kis palábai volt, táncolt vele, az volt a legjobb.
könnyűnek tűnő lépések sem voltak azok. Nyom lefelé, és nyugodtan dob föl a lábad. Így van. Azaz. Az, hogy ott rám figyelt, és így igazából egymást néztük, és úgy az volt a legjobb az egészben. Mennyire láttad ezt ilyen magadat komfortosan, mert ez azért nem egy tervezett program volt. Fejlődőképes vagyok. Tényleg? Tényleg, mert nagyon jó volt, nagyon jól el tudtad engedni magadat, és nagyon könnyen meg tudsz csinálni bármilyen lépést, úgyhogy ez nagyon gratulálok. Köszönöm, nagyon jó szépen. Volt. Én imádok táncolni, úgyhogy én nagyon örültem ennek a meglepinek. Nekitaláltad, mi lesz az ebéd? Alakul. És merre alakul? Natúr csirkenel sütőben sütve. És kiveted ma a húst? Már legalább 2 perce. Ahogy nem fog felolvadni. Kaptam még egy meglepetés feladatot, hogy ha már hús sütök, akkor csináljak mellé valami sütit is. Úgyhogy kaptam egy kefíres, őszi barackos süti receptet, hogy azt én készítsem el. Hú, ezt hogy kell elkezdeni? Ez még fagyos. Jó, ezt most itt áztatjuk. Húst azt elég viccesen csináltam el. Ennek így eléggé doboz formája van jelenleg. Ha nagyon húzigálod, akkor szétszakad és nem lesz szeret. Na, én inkább elmentem, most ezt nézni sem bírom. Nem baj. Hogy ezt legyél. Sikerült szétszednem a húsokat, már ott a tepsibe beraktam, megtaláltam a fűszereket, ami nagy dolog. Azt mondta, kell olaj? Az hogy kéne? Ráöntsük? Vagy várjál, van egy ilyen kenője anyának valahol. Próbáltam ugye bevonni Noémit, hogy segítsen nekem, és azért ő tudott is segíteni. Baleset történt a focinál. Az mit jelent? Ja, hogy sérülés? Ja. Hát az belejár. Kevés volt az ide a szegénynek, ezért egyszerre sütött mindent, meg egyszerre csinált mindent. Meg kéne fordítani. Hű, ez nagyon úszik. Jó, szerintem a hús az el van magának. Nézzük a sütit. Jaj, valami előtte valami, össze kellett volna keverni. Hát nem tudom, hogy Rékának ez hogy megy, mert nem szoktam látni, de nekem ez sem volt egyszerű. Gyere, Alek, nézd meg a sütit! Jó, Petya! Kívülről éged, belülről nyers. De amúgy tök jó. Na? Hát ezek szerint jó. A hús az rendben volt, a süti az... Ott már voltak kritikák. Belülről még kicsit olyan ragadós. Fújd meg! Belül a nyers. Nyers. Nagyon nyers. De a hús az nagyon finom lett, úgyhogy máskor is befoglak, vagy legalább kettve elfelezzük. Hát az vagy nem. De elfelezzük, vagy a 80-20. Hús, vagy 80-20. Szerintem a hús is, és a torta is nagyon finom volt. A tortán még lehetett volna kicsit javítani, de attól még jó volt. Fárasztó volt, de ugyanakkor élvezetes is. Tehát nem fogom a napjaimat a konyhába tölteni, de egyszer-egyszer talán. Ez neki is jó lesz, leveszek egy kis melót a válláról, meg én is akár saját receptekkel is játszhatok. Apa, nektek hogy tetszett ez a szerepcsere? Vicces volt. Hát még van mit gyakorolni benne. Nekem nagyon tetszett. Én sokat tanultam belőle. Milyen volt, hogy ilyen spontán alakultak a dolgok? Elindultunk gokártozni ebéd helyett.
nehézkes, de aztán belejöttem. Magamról levenném a terhet, ha nem tudnék mindenről, vagy nem szeretnék tudni mindenről, ezt nem tudom még mennyire tudom a jövőben megvalósítani. Úgyhogy ezen még dolgoznom kell, hogy ne akarjak mindenről tudni. Ugye az elején még nehezebb volt megállni, hogy ne szóljak bele, ugye akkor mentem és utántak is mindent ellenőriztem, hogy mi van, hogy van. És megigazítottad a hajamat? Hát olyan is, most mint a szélapogja, mert nincs összefogva. Nagyon jó van összefogva. Szerintem megoldottam. Bebizonyítottuk a gyerekekkel, Rékának, hogy elboldogulunk, anélkül is, hogy ő mindenbe beleszólna. De remélem, hogy ezt belátja, és akkor kicsit lazítani fog a gyeplő. Apa szerintem ebből a kis szerepcseréből rájött, hogy azért kicsit neki is kéne dolgoznia. Majd szép lassan be kell vezetni, hogy néha rájuk kell hagyni. Apának kicsit zizibnek kéne lennie, anyáknak kicsit nyugi, kicsit lazítania, szóval kettő között. Szóval apánál azért zizibb, anyánál meg nyugisabb. Kimondani is nehéz, de mai nap bizonyította, hogy néha én is lazíthatnék. Ahhoz, hogy Réka engedjen, nekem többet kell vállalnom. Tehát ez egyértelmű, hogy így kell közeledni az álláspontoknak. Szerintem működni fog. Nagyon jól éreztem magamat, de most már mennék a játszóra. Forgatás óta próbálok segíteni többet itthon. A gyerekeknek próbálok az öltözésbe, a kajálásba, hasonlókba segíteni, illetve próbálom önállóságra nevelni őket, és ebben Réka segít, hogy nem szól bele. Rájöttem, hogy milyen jó csak úgy ülni. Anya ugye már kicsit elkezdett lazulni, már szokta mondani apának, hogy amikor ő nem ér rá, akkor főzzön. És apa legtöbbször belemegy, persze nem mindig. Hát én a legnagyobb tapasztalatnak még azt érzem, hogy ha összedolgozunk, akkor jó irányba haladunk. Tehát ha Réka hajlandó lazítani a gyeplőn, akkor én néha hajlandó vagyok átvenni, és akkor haladunk tovább, de mindkettőnk egy kicsit engedett a maga makacságából. Az elmúlt pár hetet, ha nézzük, akkor én 4-esre osztályozom a változási képességemet, mert egészül el tudtam engedni dolgokat, vagy igyekszem kivárni, és csak ha nagyon muszáj beleszólni. Nem tudom, hogy ez szerinted mennyire ment át. Egy 4-es alá. De megvan, jó, jó irányba haladunk. Ennek a szerepcserés napnak amúgy szerintem nagyon sok értelme volt, ugye, mert így beleálltak egymás életébe is. Anya azóta lazult, ahogy mondtam, és apa meg kicsit keményített. Volt értelme a szerepcserés napnak. 10 év után is még tudunk csiszolódni, és alakulni, és formálni egymást, és jó irányba haladni. Megéri a másikra figyelni, meg a más szemszögéből többet kell nézni a dolgokat, és akkor rájövünk, hogy nem biztos, hogy úgy jó, ahogy én gondolom. Ha nektek is akad megoldásra váró kihívás az életetekben, és kíváncsiak vagytok, milyen lehet a másik bőrébe bújni, jelentkezzetek műsorunkba a képen látható e-mail címen. Jelentkezés@mikiscsaladunk.hu